EKG mérés, vérnyomás mérés. Az elektrokardiográfia egy nem feltáró diagnosztikai eljárás, mellyel a szív működést vizsgáljuk. A szív összehúzódása elektromos inger hatására jön létre, mely normál esetben a szinusz csomóból indul el, és a szív sajátságos ingerületvezető rostjain keresztül a szívizom sejtekhez jut. Az elektrokardiogram azoknak az elektromos potenciál ingadozásoknak az összessége, melyek a szívciklus során a szív különböző pontjai között fellépnek. Ezek a test felszínére helyezett elektródákkal mérhetőek, elektrokardiográffal rögzíthető görbét adnak. Ez az EKG mérés. Az EKG mérés előtt mindig végezzünk vérnyomásmérést, ugyanis fontos megállapítanunk, hogy a vérnyomás megfelelő értéket mutat-e. Megkérem segítőmet, hogy jöjjön ide, és vérjük meg az EKG mérés előtt a vérnyomását is. Ez egy csuklóra helyezhető önmagát felfújó vérnyomásmérő. A vérnyomásmérést úgy fogjuk elvégezni. Ide jön a segítőm, felrakja a könyökét így a padra. A csuklóját körülbelül addig felemeli, ameddig a szív síkjával megegyező magasságba kerül. A vérnyomásmérőt felhelyezzük ebbe az állásba a csuklójára. Az érzékelők itt legyenek ezen a részen. Bekapcsoljuk a vérnyomásmérőt, és most semmi más dolgunk nincsen, mint majd a kapott eredményt leolvasni. Köszönjük szépen, és leolvassuk a vérnyomást. 121/76, ez egy teljesen normál vérnyomásnak felel meg. Ezt követően elkezdhetjük majd az EKG mérést. Az EKG mérésnek két fajtáját is ki fogjuk próbálni. Az egyik ez az úgymond hagyományos, a végtagokról történő elvezetéses bipoláris EKG mérés. Na, ezt meg tudod majd vágni? Nem. Az EKG mérésnél kétféle módszert is ki fogunk próbálni. Az egyik ez a hagyományos, a végtagokról történő elvezetés alapján történő EKG mérés, a másik pedig az úgynevezett unipoláris, vagy Goldberg féle EKG mérés. Megkérjük majd segítőnket, hogy jöjjön ide, felhelyezzük rá az elektródokat, és elvégezzük az EKG mérést. Először a végtagokról történő elvezetést fogjuk megvizsgálni, kipróbálni. Felhelyezzük a végtagokra az érzékelőket. Ezt ugye meghatározott módon kell elvégezni. Elindítjuk a EKG felvételt. Az elején volt egy kis rész, amíg ugye a készülék beáll, de most már nagyon szépen látható a QRS görbe is. Tehát így néz ki a végtagokról történő EKG mérés. Elindítottuk az EKG felvételt, látható tehát, hogy a végtagokról történő EKG mérés milyen görbéket mutat. Nagyon szép szabályos QRS görbéket láthatunk. Rendben van ez a mérés teljesen. Ezt követően pedig az unipoláris EKG mérést fogjuk elvégezni. Most pedig az unipoláris, Goldberg féle elvezetést fogjuk megvizsgálni. Felhelyeztük a
tapadókorongokat a megfelelő sorrendbe, piros, sárga, zöld, barna, fekete és lila, ugye egy ilyen vonalba, és most elindítjuk az EKG felvételt. Az unipoláris elvezetésnek is nagyon szépek a görbéi. A kísérletet elvégeztük, most pedig válaszoljátok meg a munkafüzet feladatait.